a lélek pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelítség, önmegtartóztatás. A lélek gyümölcse, amit olvastam, egyenként kilenc szemből álló szőlőfűt. Egy egység. És amikor azon gondolkodtam, hogy kit kérhetnék meg, akinek az életében ez a gyümölcs ott van, érezhetően, élvezhetően és tapasztalhatóan, egészen kisgyermekkorától fogva. Később, aztán a tanulmányai közben, a hivatása, az óvónői hivatása gyakorlása közben. A gyülekezeti szolgálatban, akkor te jutottál eszembe úgy, mint az a gyülekezeti tagunk, presbiterünk, akit talán elsők között ölelhettem át, amikor ideérkeztem, és akinek mosolyában, szeretetében arra gondoltam, hogy találkoztam ezekkel a gyümölcsökkel. Mondj valamit, Zsuzsa, magadról, arról, hogy honnan is érkeztél, és mik azok az életpéldák, amik segítettek neked érlelni ezt a gyümölcsöt. Igazi nagy családból jövök, hiszen a nagyszüleimmel, szüleimmel, édesapám még 12 voltak testvérek, nekem három lánytestvérem volt, és igazi falusi nagy családból jövök, ahol a nagyszülők tanítottak imádkozni, és a nagyszülővel, pontosan Zsófi mamával mentem először úgy a templomba. Lehet, hogy pontosan pünkös napján is, amire emlékszem egyszer, nagyon világosan, hiszen még úgy öt éves lehettem, amikor ő is urvacsorázott, csak ezt még én nem tudtam, és magához vette a kenyeret, és a kenyérből csippentett, és az unokának egy falatot adott. Akkor még nem értettem, mi az, csak kíváncsi tett, később tudtam meg, hogy ezek a szent jegyek egyike a kenyér. A testvéreimmel konfirmáltunk, éppen elgondolkodtam, hogy több mint 40 éve konfirmáltam, 32 társammal együtt, Somogyi Sándor nagy tiszteletű úr volt a, a tiszteletes, és hálám örökké szolgál neki, mert mindig nagy szeretettel és türelemmel tanított bennünket. Én megmondom őszintén, hogy főleg a versekre és az énekekre voltam jobban odafigyelve, mivel az óvodában is, meg a közösségekben is, a világi közösségekben is nagyon szerettem énekelni, ez elkísér a mai napig. És itt a templomi közösségben, a kórusban, vagy amikor tele a templom, akkor nagyon boldog a szívem. Miből táplálkozik az a valóban őszintén és hitelesen megért hited, aminek megvannak a, a gyümölcsei? Mind a szeretetben, Mind az örömben, mind a békességben, mind a türelemben, mind a barátságosságban, a jóságban, a hűségben, a szelítségben és az önuralomban. Mi az, ami mindig segített neked akkor, hogyha az élet nehézségei, mert hiszen voltak a te életedben is nyilván nehézségek, az élet nehézségei csorbították ezeket a ezeket a gyümölcsöket. Tényleg voltak ilyen mélypontjaim, de ha egyedül voltam, akkor is tudtam a Jóistenhez fordulni. Csendes imában, vagy hangos imában, mint ahogy egyszer tanácsoltam egy, egy megszólított embernek, hogy hogyan imádkozzon, mondtam, hogy ha leül, vagy áll, vagy utazik magában, vagy éppen hangosan, a Jóisten mindent meghallgat, és én is így voltam. De mellette mindig ott voltak a barátok, a közösségek, és itt, itt most a presbiteri közösségre is nagyon számítok, mert mindig, mindig szívesen megbeszéljük egymás dolgait. A másik pedig ezek a civil közösségek is ugyanúgy, amiben tevékenyen részt veszek, segítenek a mindennapokban, és sok-sok élmény szeretet. És összetartozás van köztünk, úgyhogy én ezt megélem nap mint nap. Úgy ismertelek meg, mint akiről sok mindent el lehet mondani. Ahogy imádkozol, reggel már mielőtt én megérkezem a templomban, és az imádságban ott vagyok én, a presbitérium, családtagok, ismerősök, ismeretlenek, és tulajdonképpen szinte mindenki, sok-sok olyan dolog, ami bevillan, de kiváltképpen az a mosoly, aminek néha én hiány vagyok, főleg egy fárasztó tanítási nap után is, amilyen a mai volt, így pünkösd előtt, hogy az az öröm miből táplálkozik. Szeretném elmondani, hogy amikor én elvégeztem az óvonőképzőt, akkor egy mondatban azt mondtam a tanáromnak, hogy én egy napi jó cselekedetet mindig szeretnék. De nem úgy, hogy elhatározom, hogy most Mariska nénének elmegyek a gyógyszerért, hanem ami úgy belülről jön. És az, hogy adni, adni, adni. Mert adni mindig nagyobb öröm volt számomra a mai napig is. Az, ami még különlegesség az életedben, kapott ajándék, nyilván nem a te érdemed, de benne van a mi igyekezetünk, benne van a te akaratod, a te imádságod, a te hited, a te reménységed, az, ahogy énekkel szolgálsz. Köszönöm. És én legtöbbször egy igét szoktam kérni, egy olyan igét, amiben benne van az életemnek a foglalata, jelmondatnak, mottónak, bárminek lehet nevezni. Tőled nem igét szeretnék kérni, hiszen mindig énekelsz. Bárhol, bármikor, ünnepen, örömben, és gyászban is, és kétszeresen szolgálod által az Urat. Egy olyan pünkösdi éneket, ami a sok száz, de tényleg sok száz ének között, amivel szolgálsz a gyülekezetben már jóval az Isten tisztelet előtt, pünkösd előtt, pünköstkor és pünkösd után, egyetlen éneket. Oszd meg azokkal, akik most pont pünkös napján talán meghallgatják, és időt szánnak arra, hogy ezt a tíz percet velünk töltsék, meghallgassák a te bizonyságtételedet. Legyen ez egy imádság részedről, minnyájunkról, minnyájunk részéről, áldáskéréssel, kívánással. Melyik ének az, amit szeretnél? Isten élő. élő lelke jöjj, talán illik ide. Egy pünkösdi ének. Isten élő lelke jöjj, áld le rám, égi járja át, szívem és a szám, úgy felküldj el, tűzz el Isten élő lelke jöjj, áldva le rám. Drága Zsuzsa, így kérem az életedre a Jóisten áldását, ezt a túlcsorduló örömöt, hogy ezek a gyümölcsök ezek megmaradjanak. Tisztelettel szeretnék neked átadni egy kedves emléket, megköszönve a munkádat, és tudom, hogy a 2023-as év a Lelki Pásztorok éve, és fogad szeretettel Isten áldásával. Az egyik gyümölcs, a szívesség, ami talán... Uh, uh, Jelképezi azt, hogy hogyan is van meg a te életedben. Igyekszem továbbadni ezzel a támogató szeretettel. A lelki pásztorok évében, amikor ránk is figyelnek, hiszem, hogy az Úristen együtt tart meg és együtt küld minket a szolgálatba.